Az 56-os úton történt egy súlyos baleset Tolna megyében. Egy autós a Szálkai elágazótól nem messze sodródott le az útról és hajtott egy fának kedd este. A rendőrségi helyszínelés jelei és a nyomok alapján arra lehet következtetni, hogy a 22 éves nő valószínűleg túl gyorsan hajtott, ezért veszíthette el az uralmát a jármű felett. Egy fiatal hölgy közlekedett Szekszárd irányából, Várdomb irányába az 56-os számú főúton, amikor a 10-es kilométer szelvénynél elvesztette uralmát a járműve felett. Az út melletti jobboldali árok partoldalának csapódott, átpördült, majd az út melletti fának ütközött. A nő súlyosan megsérült. Ez a kép pedig kedden az Őcsényben történt balesetnél készült. A kerékpáros a Hősök terén ütközött össze egy autóval. Őcsény belterületén közlekedett egy férfi kerékpárral július 6-án a délelőtti órákban, amikor haladása során az előtte közlekedő, beleazonos irányba haladó személygépkocsi hátuljának ütközött. Az ütközés következtében a férfi a kerékpárról leesett. A férfi súlyosan megsérült, információink szerint mentőhelikopterrel szállították kórházba. A szekszárdi rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya vizsgálja a balesetek körülményeit. A rendőrség felhívta a járművezetők figyelmét, hogy fokozott óvatossággal és kellő körültekintés mellett a szabályokat betartva közlekedjenek a balesetek elkerülése érdekében. A sebességhatárokat mindig tartsuk be, és a biztonsági övet is kapcsoljuk be elindulás előtt.